Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Mostantól minden az egészség körül forog a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnáziumban. Az intézmény támogatást nyert a Menőmenza programhoz, melynek során ebben a tanévben játékos feladatokon, foglalkozásokon keresztül tanulhatnak a gyerkőcök az egészséges életmódról. A csodák mostantól nem csak a Kodály iskola konyhájába és büféjébe, de a hétköznapi tanórákba is beköltöznek az egészség jegyében. Az iskola pályázati úton 15 millió forintot nyert ugyanis a Menőmenza programban, így mostantól ebben a tanévben minden a helyes táplálkozásról és életmódról fog szólni az intézményben. A 8. osztályos Ricsi bevallása szerint nem figyel túlzottan az egészséges ételek fogyasztására, ezért örül a kezdeményezésnek. Mint mondja, szívesen vesz részt majd a különböző programokon. De én nem nagyon szoktam egészségesen táplálkozni, de amikor már anyukám is már szoktam mondani, hogy nagyon jó dolog egészségesen táplálkozni, és ő direkt olyan dolgokat szokott már főzni. Mit jelent az, hogy nem táplálkozol egészségesen? Hogyan táplálkozol? Mi az, amiből a legtöbbet fogyasztod? Hát én sok pizzát eszem, meg ilyen rongáló ételeket úgymond, spagettit, meg ilyen egyéb dolgokat is nagyon sokszor szoktam enni. És mi az, amit egészségesnek gondolsz, vagy amit anyukád egészségesnek gondol és készít neked, és mi az, amiből úgy gondolod, hogy többet kéne fogyasztani? Hát ilyen sóska, ilyen zöldségek, levesekből, ilyen zöldségleves, karalábé leves, ilyen ebből többet kéne fogyasztanom, és remélem fogok is. Mit szólsz ehhez a programhoz, amit most itt felvázoltak előttetek? Nekem tetszik, hát végül is legalább egészségesen táplálkozhatunk. Sok új dolgot mondtak. Új dolgokat fognak bevezetni, például még új helyekre is korcsolyázni, és el szeretnek jönni, minket sok új programunk is lesz. Az intézmény az elnyert támogatás jelentős részét az étkező felújítására fordítja, de számos érdekes, a minőségi ételek és a mozgás megszerettetését célzó program várja a fiatalokat a tanév során. Egy olyan pályázatról van szó, amely az egészséges étkezés és ennek a megfelelő környezetben való elvégzése és ennek a kialakítása a cél, és erre hát ugye a környezet átalakítására, valamint maga az étek egészségessé tétele, és ennek a mondjuk megszerettetése különféle programokkal a cél. És ezt a gyerekek a most éppen a Kodály iskola tanulói között elvégzendő feladat. Nagyon színes programokat írtak bele kollégáim a pályázatba, ami a gyerekeket mozgatja, a családot is bevonja, és nagyon sok ötletet, kreativitást vár tőlük. De hát itt, ahogy a megnyitót láttuk, vevők erre a gyerekek, és nagyon nagy figyelemmel követték, hogy mi mindent lehet majd kezdeményezni. Lesz salátanap, lesz általuk följegyezhető étek sorozat, lesznek sportprogramok, mert ugye az egészséges étkezéssel a mozgás szükségessége is fontos, hogy ott legyen a gyerekek gondolatában is, és nagyon sok minden más rajzpályázattól kezdve most volt, se tudom sorolni, hogy mi minden, hiszen ezt itt egy fél órában hallhattuk, de mind olyan program, amely a célt látja a szem előtt, hiszen az egészséges étkezés megszerettetése és ennek a kulturált környezetben való elvégzése, ami szintén egy cél. Ezt az étkezést szeretnénk nagyon kulturáltá, vonzóvá és hangulatossá tenni. Szinte minden átalakul, a padlótól a falakig, annak a dekorációig, az asztalok, székek, az evőeszközök. Ez egy olyan program ajánló felület, egy monitor tulajdonképpen, ahol mindenféle étkezéssel kapcsolatos ajánlat, program és kedv teremtő, kedv csináló fénykép, egyebek lesznek, nap egészében láthatóak lesznek ezek. Iskolai igazgatóként hogy látja, mennyire fér rá a gyerekekre, hogy egy picit e felé tereljék őket, otthonról mit hoznak? Igen. Hát ez nagyon vegyes.
hiszen vannak családok, ahol a szülők is gondot fordítanak arra, hogy és úgy tálalják, és úgy vonják be a gyereket is az étkezésbe, hogy korszerűen és egészséges ételeket egyenek, és szeressék. De hát látunk sokszor olyan kicsi és nagyobb gyereket is, ami itt a vetítésen is volt látható, hogy tulajdonképpen vagy elsírja magát azon, amit lát, mert ő ott még nem látott, és az neki nem kell, és akkor mit fog enni, tehát ilyen szinten is. Vagy hogy alig túr bele, és viszi vissza csak azért, mert nem szokta meg, vagy ő ilyet nem szeretne, az ismeretlent egyáltalán meg se közelíti, meg se próbálja, és az ellen a szülők is küzdenek, tehát ilyennel is találkozunk, meg olyannal is, aki már telelszi magát délelőtt mindenféle dologgal, nálunk a büfében nem jut hozzá, de otthonról hozza, és akkor mire az ebédre kerül a sor, addigra már nem nagyon van kedve enni. Tehát nagyon sokféle táplálkozási szokással találkozunk, és hát ebben a kedv teremtéssel, a jó példaadással, és hát itt most a fényképeket nézve is láttuk, hogy a pavlovi reflexek elindultak, szinte éreztük, a szépen lefényképezett, színes és ízletesnek látszó ételekre a gyerekek maguk is sóhajtottak, és láttuk, hogy elindultak itt bizonyos vágyak. Tehát ezzel kedvet lehet teremteni, és ugyanígy a jó, szép környezet, az esztétikus környezet az ebben segít. A programban milyen elemek lesznek, amik a mozgással kapcsolatosak? Hát lesz évszakonként egy-egy, ugye télen, nyáron, tavasszal, ősszel. Az évszaknak megfelelő környezetben és mozgásfajtákkal, de zumbától kezdve néptáncig minden szerepel ebben. Tehát a mozgás maga hangsúlyos szerepet kap a programban. Brájer Éva alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a város iskoláiban ekkora sikere van a menőmenza programnak, ugyanakkor arra buzdítja a szülőket és gyerekeket, hogy készítsenek együtt finomságokat otthon, egészséges alapanyagokat használva. Még a kormányzati szándékok előtt jóval indítottuk el az első alpolgármesteri ciklusom talán elején. Pont a Kodály volt egyébként általános iskolai szinten az egyik intézmény, a másik a felsővárosi óvoda, és a Tuti Menza fehérvári programon keresztül az volt a tapasztalatunk, hogy általános iskolai korban már azért nagyon-nagyon nehéz a dolgunk, hogyha meg akarjuk változtatni az étkezési szokásokat. Éppen ezért én arra buzdítom az anyukákat, kismamákat, hogy amikor a bébi megszületik, már akkor szerintem érdemes az étkezéssel foglalkozni, és már érdemes úgy szoktatni a babákat, főként a cukor és a só használatában, mert a só az bizonyos mértékkel szerintem rendben van, azért a cukor az szerintem az egyik legveszélyesebb alapanyag, ma már rengeteg minden áll rendelkezésre egyébként, hogy ezt kiváltsuk. De ettől függetlenül az ember nem adja fel ezt a küzdelmet, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Kodály most pályázott, és főként nem csak azért, mert fontosnak tartom azt, hogy egészségesen étkezzünk, bár hozzáteszem, hogy nem vagyok a szélsőségek híve, és ma már annyi jó szakács televízió műsor van, hogy én arra biztatom a szülőket meg a gyerekeket, hogy főzzenek a konyhában. Lehet hamburgert enni, csak állítsuk elő magunk egészséges alapanyagokból. A fantáziánk az hat szárnyaljon, ez egy alkotó művészet, szerintem kultúra, mindenképpen a kultúra része a gasztronómia, tehát mindenképpen biztatom őket erre, viszont nagyon fontos a mértékletesség, az egyensúly megtartása, a zöldségbevitele, a gyümölcsöknél is az egészségesebb gyümölcsöknek a használata, és hát legyen alkotó kedvünk, menjünk át nemzetek konyháira, az is egy nagyon érdekes kalandozás, és mozogjunk. Tehát, hogyha mindezek úgy körülbelül megvannak, akkor szerintem olyan nagyon nagy baj nem lehet, és még az is belefér, hogy szüret tájéken együnk egy jó kis töltött káposztát, csak hát nyilván ne egy őrült nagy mennyiségben, ami után meghalni készülünk, hanem hát megfelelő mennyiségben. És ami még ennek a pályázatnak szerintem nagyon nagy erénye, hogy mindig nagyon fontosnak tartottam az asztali kultúrát. Nekünk felnőtteknek van lehetőségünk megválasztani, hogy délben hol fogyasszuk el az ebédünket, a gyerekeinknek nincs. Bemennek az intézményeinkbe. Fontos, hogy az ebédlő hangulatos legyen, színesek legyenek a székek, szépek az asztalok, ott legyen a szalvéta. Hát tudjuk mindannyian, mi felnőtt szülők is, hogy nekünk sem mindegy a környezet, úgyhogy ennek a pályázatnak ez is nagy erénye a programokon túl, hogy gyönyörű szép lesz az ebédlő. Ha már erről a témáról beszélünk, akkor azt se felejtsük el, hogy egyre több az intolerancia betegség, vagy egyáltalán ha betegség sajátosság, mondjuk így, én egy népegészségügyi problémát
reformának az elejét látom ebben. Én nem érzem még azt, hogy a kormányzat ezzel megfelelő mértékben foglalkozna, és nagyon nehéz az ügy, mert ugye szakhatósági előírásoknak is meg kell ezen a területen felelni. Mi ezt fölvállaltuk ugye annak idején, hogy az egyik bölcsődén konyhájában az óvodás gyerekeinkre főztük ezeket az ételeket. Hát sok macerával járt, azt nem tagadom. Most már ugye egy új közbeszerzési eljárás után ezt a vállalkozóknak kell elvégezni, és hát nem minden konyha felel meg ennek fizikailag sem, tehát nem tudunk falakat tolni ide-oda. Úgyhogy ez egy olyan probléma, amivel szerintem egyre többet kell foglalkozni, mi ezt itt Székesfehérváron azért igyekszünk megtenni. Ennek a törekvésnek megfelelve az iskola többek között salátanapokat, sportos programokat, pályaorientációs napot, különböző játékos vetélkedőket szervez mostantól egészen a tanév végéig. Újra birtokba vehették a gyerekek a Rákóczi utcai óvodát. A kicsiket szeptembertől már az új köntösbe bújt folyosók, tantermek és játékok várták. De nem egyedüli a városban ez a felújítás, mutatjuk a részleteket. Ismét gyermekzsivajtól hangos a Rákóczi utcai óvoda. A gyerekeket az intézmény felújítása alatt a Manc János tagóvodába, a Tulipános óvodába és a belvárosi Brunswick Teréz óvodába helyezték át. Most azonban nagy az öröm, hiszen végre újra a megszokott helyen játszhatnak, de már a felújított termekben. Nagyon jó. Miben jó? Miért tetszik neked? Hát minden új, és a WC is nekem új. És a játékok? A játékok is nagyon tetszik, mert nekem még mindig tetszik. Az a nagy tűzoltó, meg a dömpár. Horváth Miklósné és Kovács Béla Sándor képviselők köszönetüket fejezték ki a kivitelező cég felé, hogy ilyen precíz munkát végeztek az intézményben. Kiemelték, az óvoda nem csak arról volt híres korábban, hogy zöld óvoda, hanem arról is, hogy befogadja a sajátos nevelési igényű gyerekeket. A mostani beruházás által pedig megvalósult az akadálymentesítés is, aminek köszönhetően a kicsiket még jobban ki tudja szolgálni az intézmény. Az óvoda igazgatója örömmel számolt be a gyerekek első napjáról, amikor birtokba vehették a felújított mesebirodalmat. Nagyon vártuk már ezt a szeptember 3-át, egy év kihagyás után végre mindenki birtokba vehette az óvodát. A gyerekek, a szülők csillogó, boldog szemekkel jöttek, és nagyon-nagyon örültek, és egyszerűen csodálkoztak, hogy milyen gyönyörű lett az egész épület. A csoportszobák, az udvaron a kalandpark, alig várták, hogy délelőtt kimehessenek és birtokba vehessék, és nagyon jó volt látni ezt az érzést a gyerekeken, hogy mennyire örülnek. Mely intézményekben voltak a gyerekek addig, amíg a felújítás zajlott? Nagyon jó helyen voltak a gyerekek, mert a Manc János tagóvodánkban is voltak gyerekek, két csoport elhelyezve, a Tulipános óvodában, a belvárosi Brunswick óvodában, a Brunswick óvodában, tehát nagyon jó környezetben voltunk, de vártuk nagyon már, hogy a saját megszokott kis helyünkre visszakerülhessünk. A város polgármestere örömét fejezte ki, hogy Székesfehérváron ismét egy megújult intézményt adhattak át a gyerekeknek. Nyilván nagyon örülünk annak, hogy ezt a felújítást meg tudtuk csinálni, el tudtuk végezni. Ugye bruttó 392 millió forint az az összeg, amit ennek az óvodának a felújítására Rákóczi úton fordíthattunk. Ugye az Európai Uniós forrásból kerül felhasználásra, a várost illető topkeret terhére. Nagyon sok szakember dolgozott az előkészítésen és magán a kivitelezésen is. Én azt gondolom, hogy nekik ezúton is köszönet jár. Azt gondolom, nagyon szép munkát végzett mindenki. És fontos, hogy egy ilyen bejáráson megnézzük azt, hogy mi is ennek az eredménye. Szerintem, aki ezt az óvodát látja, az láthatja, hogy nagyon jó helyre került ez a forrás, és tényleg nagyon-nagyon szép lett a felújítást követően. Az óvoda külső része is, a külső játszóeszközök is adott, és nagyon-nagyon szép lett a belső kialakítás is a felújítást követően, és hát mindig jó látni egy óvodában sok vidám, mosolygós gyermeket. Kérdeztük is, hogy milyen volt a szülőktől a visszajelzés, a gyerekektől a visszajelzés, de én úgy érzem, hogy ez az a beruházás, aminek mindenki örül, és igen, érdemes egy pillanatra megállni, egy kicsit mosolyogni, és látni, hogy igenis a fejlődés az mindig talán a gyermekeknél a legfontosabb, és az őket körülvevő körülménynél. Soha ne felejtsük, hogy a gyermek egy családban mindig a legnagyobb kincs, és azért egy szülőnek reggel otthagyni a gyermeket, az egyáltalán nem könnyű, és nem mindegy, hogy milyen körülmények közé engedjük.
engedjük be a gyermekeket. Azt gondolom, hogy a Rákóczi úti óvoda csodálatos körülményeket biztosít. Azt pedig eddig is tudtuk, hogy nagyon-nagyon jó óvoda, és elmondhatjuk a város összes óvodájáról, hogy azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erős, jó minőségű intézményhálózatunk van, köszönhetően azoknak a szakembereknek, akik ezekben az óvodákban dolgoznak. Fontos tehát, hogy az ő munkakörülményeiket is javítani tudjuk, hiszen természetesen az a részükre is készül ez a beruházás. És egy pillanatot vethettünk ugye az új játszóeszközökre is, azt meg azért volt jó megnézni, hiszen indítunk egy közbeszerzést eljárást, aminek keretében 7 óvodába fogunk játszóeszközöket és teljes udvarfelújításokat elvégezni. Bízom benne, hogy azok is ugyanilyen szépek lesznek, és szolgálni fogják az ott kis napjaikat eltöltő kisgyermekeket. Az udvar volt az, ami nagyon-nagyon nagy vágyunk volt. A város többi óvodájában is nagy változások történtek idén. 3 székesfehérvári óvoda udvar újult meg a képes programnak, vagyis a közösségi értékteremtő programnak köszönhetően, amelynek keretében fehérvári cégek és a város önkormányzata közösen valósít meg fejlesztéseket Székesfehérváron. Új homokozó, új csúszda és egy műfüves mini focipálya, valamint játszóvár és térköves burkolat. Többek között ezekkel gazdagodott a Tolnai utca óvoda idén a képes programnak köszönhetően. Az ebben résztvevő cégek közel 13 millió forinttal támogatták az óvodákat, amely nagy öröm az intézmény vezetőknek. Az óvoda udvara gyakorlatilag teljes egészében megújult. Az a rész, amit a gyerekekkel használunk, ez a teljes terület megújult a nyár folyamán. Most jelen pillanatban az önkéntes délutánt látjuk, ahol még egy kis esztétikai javítása folyik ennek az udvarnak, kis lombsöprés és kis kertészkedés. A cégek önkéntes dolgozói jöttek és segítik ezt a munkát. A legnagyobb öröm ez a műfűves focipálya, ami gyakorlatilag a legnagyobb sláger a gyerekeknek, de az öntött gumifelület, ami nagyon szép, színes, nagyon jó talaj, az is nagyon nagy örömmel veszik igénybe, és nagyon szívesen használják. De hát a gyerekek és a szülők legnagyobb öröme az az, hogy nem sárban, porban játszanak a gyerekeik, hanem megújult jó területeken, amik gyakorlatilag gyerekkímélők, óvónéni kímélők, és teljesen jól fejlesztik az udvari tevékenységeknek a mozgáskultúráját. Az anyagi támogatás mellett a program középpontjában a szemléletformálás áll. Ennek kapcsán a terület önkormányzati képviselője példaértékűnek nevezte ezt a fajta összefogást Magyarországon. Nagyon boldog vagyok, hogy a Tolnai úti óvoda választókörzetem egyik óvodája részt vesz ebben a programban. 6 éve megy Székesfehérváron, szinte az országban egyedülállóként, hogy cégek önkéntesen együtt részt vesznek a közösségi értékteremtő programban, mert ez értékteremtő program, és ebbe belesett a Tolnai óvoda is, ráfért nagyon az óvodára, ismerem 28 éve, hát már a játékeszközök, a felület, a különböző dolgok már nagyon elavultak voltak, és ez a műfüves kis labdarúgópálya, ez nagyon szép, és a gyerekek ennek örülnek a legjobban. Tehát másodszor vesz részt az óvoda, elhangzott az óvónőtől is, hogy már a nyilázárok cseréje is a képes program keretében történt meg. Hát nem is tudom, mi lenne, hogyha nyilván a városnak kellene ezeket az összegeket állni, hogyha nem lenne ez az értékteremtő program. A másik nagyon szép dolog az, hogy itt van egy önkéntes munkavállalás, tehát a cégek kijöttek még egy önkéntes napra is, és egyéb dolgokat, szemét összesöprés, lomb összesöprés, meccés, bokormeccés és hasonló dolgokat elvállalnak. Ez is egy nagyon szép érték, és tényleg köszönet érte a cégeknek, hogy még ebben is részt vesznek. Én bízom abban, hogy ez a program folytatódik a városban, és példát vesznek a többi városok Székesfehérváron, és elindítják mindenhol. Székesfehérvár intézményére nagyon ráfér ez a felújítás. Köszönet még egyszer az intézményeknek és a városgondnokságnak is nyilvánvaló, akik ezt a munkát elvégezték. Az intézmény második alkalommal vett részt a programban. Először a nyílászárók újultak meg az óvodában, most az udvar öltött új köntöst. Az intézményben akkor is és most is önkéntesek tevékenykedtek, hogy a gyerekeket minél szebb környezet fogadja. Most a kertészkedést, a kockacsiszolást, festést vállalták be a fehérvári cégek dolgozói, mintegy 40-en. Bevállaltuk a fakockacsiszolást, amely a felsővárosi óvodának a kockái. Az indítatás pedig már a kezdetektől megvan a cégünk életében, már 6 éve jövünk mindig a képes programra, önzetlenségből és persze mindent a gyerekekért. A Tolnai utcai óvodán kívül a Brunswick Teréz és a felsővárosi óvoda is megújult a program keretében.
mutatunk egy helyet a városban, ahol minket, nőket nem látnak szívesen. Ellátogattunk az egyik belvárosi barbershopba, ahol a pasik nem csak a hajukat, hanem a szakállukat is megigazíthatják. Sziasztok, Stylize in the Air adásunkat folytatva. Ma egy kicsit ingoványosabb terepre érkezünk, ugyanis az eddig megszokottaktól eltérően nem a nők világába, hanem a férfiak világába lépünk át. Társam lesz természetesen ma is Maja. Hogy ide jöttünk ma? Hát szia, Brigi, szeretettel köszöntünk mindenkit. Igazából én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok női témánk volt, úgyhogy én nagyon szerettem volna egy kicsit a férfiaknak is kedvezni, hiszen most már jó néhány hónapja van egy ilyen csodálatos üzletünk, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és én imádom, mert tényleg nagyon stílusos és nagyon különleges, és ez egy ilyen igazi férfi birodalom, úgyhogy ez most nagyon nagy kiváltság, hogy mit lehetünk. See what you're fighting for, bloodlust in a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. Itt vagyunk akkor a férfi birodalomban, és Martintól kérdezem, hogy tényleg olyan nagy kiváltság, hogy mi ide beléphettünk? Hatalmas. Tehát nő nem nagyon jár ide, mivel borbélyok vagyunk, ezáltal ugye csak férfiakkal foglalkozunk, ugye hajat vágunk, szakállat vágunk, borot válunk. Így hát női haján nem foglalkozunk. És ráadásul a hölgyek vendégként vagy kísérőként sem nagyon vannak itt, pont azért, hogy ez a férfi klub jelleg ez megmaradjon, hiszen nyilván azért azt mindannyian tudjuk, hogy akkor oldottabban tudnak a férfiak beszélgetni. Talán még most is él az a tudat, hogy most egy férfi nem a kozmetikushoz járjon, borbélyhoz szépítkezzen, de mennyire van igény erre a szolgáltatásra? Hát hál' Isten eljutottunk odáig, hogy nem cikk igényesnek lenni, tehát rengeteg vendégünk van, abszolút nem panaszkodunk, vagyunk szép számmal. Mi az, amit a legtöbbet kérnek a férfiak? Hát ugye a hajvágás, aztán most már egyre elterjedtebb a szakáll. Most inkább ez a borostásabb szezon van, úgyhogy mostanában mindenki vágatja hosszú szakállat rövidre. Ahogy itt körbenézünk a falon, rengeteg jó képű pasit látunk, akinek fantasztikus szakálla, illetve bajsza van. És én azt gondolom, hogy ez most egyre nagyobb divat. És azért legyünk őszinték, akármennyire ügyes is bárki, azért ezt otthon nem tudja ilyen professzionálisan megcsinálni. És hát ők azon túlmenően, hogy hajat vágnak, illetve szakállat, azon túlmenően a klasszikus borbé fogásokat, tehát borotvás, borbé vágást is készítenek. Szóval akkor, kedves uraim, én csak ismételni tudom Maját, nem ciki igényesnek lenni 2018-ban, úgyhogy gyertek és jelentkezzetek be a barbershopba, legyen jó kis frizurátok, sziasztok! Sziasztok! Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!